Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Február 10-e hétfő van, a Bajai Televízióban kezdődik a híradó. Kettős évforduló. A Szent László AMK 150, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége pedig 30 éves évfordulót ünnepelhet az idén. Osztálykirándulás mindenkinek. Újabb jótékony kezdeményezést hirdetett a Bajai Rotary Klub. Jubileumi ünnepség. Gyuró László 80. születésnapja alkalmából ünnepeltek a Mogyi Bajai Judo Klub tagjai. Kettős évfordulót ünnepelhettek vasárnap a Szent László AMK-ban. Február 9-én a jubileumi év és a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének 30 éves évfordulója alkalmából rendezvényt tartottak az intézményben. A Kéz Bajai csoportjának részéről merült fel az igény, alapítsanak keresztény óvodát, iskolát a városban. Az idén 150 éves fennállását ünneplő AMK-ban 1992-ben indult meg a keresztény oktatás egy 19 fős első osztállyal. A program hálaadó szentmisével kezdődött a belvárosi templomban, amelyet Tokodi László domonkos szerzetes atya, volt Szent Lászlós diák mutatott be. Maklári Ákos atya, Keresztény Értelmiségiek Szövetségének országos elnöke és Fekete Szabolcs esperes plébános koncelebráltak ez alkalommal. Ezt követően az ünnepi megemlékezés az iskola ebédlőjében folytatódott. Már a rendszerváltás után felmerült az igény a keresztény alapokon nyugvó értékrend helyreállítására. Így alakult meg 89-ben az országos, majd 90-ben a Bajai Kéz csoport. Az erkölcsi szellemi újjáépítéshez egy új generáció kinevelésére volt szükség. Végül 1992-ben a Bajai csoport kezdeményezésére, amelynek motorja annak titkára Tarján Levente volt, 19 fővel megindult a keresztény oktatás a Tóth Kálmán gimnázium és szakközépiskolában. Onnantól kezdve azért a következő években már egyszerűbb volt a dolguk, mert viszonylag könnyebben összejöttek már az osztályok, tehát szükség volt rá, igény volt rá, és 96-ban pedig a Tóth Kálmán gimnázium és szakközépiskola egyesült a keresztény óvoda és általános iskolával, és akkor a fenntartói jogokat a Kéz országos vezetése vette át, és ez tartott 1999-ig. Az iskola fenntartási jogát 1999-ben vette át a szervezettől a Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Iskola Nővérek Társulata, ekkor keresztelték át Szent László AMK-ra az intézményt. A Kéz szervezete ma is jó kapcsolatot ápol az intézménnyel. Azok az értékek, amikről manapság gyakran beszélünk, mint keresztény értékek, ezek így látszólag elvont fogalmak, de a hétköznapi élet szintjén ezeket igenis meg kell mutatni. A család, a házasság, a magyarság, a kereszténység, a hitünk, a kultúránk, a civilizációnk, a becsület, és sorolhatnánk tovább mindazt, amitől egy ember keresztény identitásod összeáll. Ezeket szeretnénk éltetni és képviselni továbbra is. Ezen a napon ünnepi köszöntőt mondott Ginder Antalné egykori iskolai igazgató, valamint Zsigó Róbert a térség országgyűlési képviselője is. Az én három gyerekem közül kettő ide járt, itt is végzett. Én azt gondolom, hogy az egyik kulturális, szellemi értékeket tekintve az egyik legfontosabb intézmény Baján a Szent László AMK, mert hogy azt a keresztény kultúrát, azt a keresztény szellemiséget közvetíti nem csak általánosságban, hanem mindennapokban, a nevelésben, a tanításban, amelyre a mai világban nagy szükségünk van ahhoz, hogy magunk körül olyan környezetet tudjunk kialakítani, amely mindannyiunk számára jó, illetve mindannyiunkat jó érzéssel tölthetem. A rendezvényen a városvezetés Preininger Rozália, az egyházi ügyek és külkapcsolatok tanácsnoka képviselte. Nagyon szépen köszönöm a meghívást erre a fontos eseményre. Ugye mi akkor kapcsolódtunk be a Szent László iskola életében, amikor még a gyerekeink iskolában jártak, és érzékeltük, hogy milyen fontos ez az intézmény a város életében. Tehát most ugye ünneplünk 30 év a Kéz évforduló, és hát nagyon örülünk, hogy ezt megértük, és reméljük, hogy ez az érték tovább fog tartani, maradni a városnak. Az ünnepség közös ebéddel zárult, amelynek során a résztvevők felelevenítették a közös emlékeket. A jubileumi év következő programja áprilisban az intézmény 150 évét tartalmazó évkönyvének bemutatása lesz, májusban pedig az 1870-es alapkőletételt ünnepelhetik majd az iskolában.
Több mint 1 millió ember térítésmentesen kaphatná meg az influenza elleni védőoltást, mégsem jelentkeznek a házi orvosoknál a vakcináért. Pedig a jelzések szerint hétről hétre nő a betegek száma, és egyre terjed a járvány. Az idei szezonban az 1,3 millió rendelkezésre álló influenza elleni ingyenes vakcinának az 53,3%-át, vagyis csaknem 640 ezer adag oltóanyagot használtak fel január elejéig a házi orvosok, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az alacsony arány nem meglepő, hiszen egy évvel korábban ennél is kevesebben 628 ezeren kérték a védőoltást. Az NNK közlése szerint az influenza elleni ingyenes vakcina csupán 60%-a fogyott el tavaly. A 2020-as oltóanyag felhasználásról a végleges részletes adatok április végén jelennek meg. A praxisokban a térítésmentes védőoltást elsősorban a rizikócsoportba tartozók, például a 60 év felettiek, a várandós kismamák, a cukorbetegek, a szív- és érrendszeri betegségben, valamint az immunhiányban szenvedők kaphatják meg. Általános iskolás diákoknak hirdetett egy újfajta pályázati lehetőséget a Bajai Rotary Klub. Az Osztálykirándulás mindenkinek című pályázatra olyan iskolák jelentkezhetnek, ahol a gyermekek anyagi helyzetük miatt nem jutnak el társaikkal a közös kirándulásokra. A jótékonysági szervezet decemberben a várostól kapott elismerés pénzjutalmát ajánlotta fel erre a célra. Szociálisan rászorulók segítése, valamint adományok gyűjtése érdekében végzett önzetlen jószolgálati tevékenysége, jótékonysági rendezvények szervezésében vállalt aktív szerepe és sokrétű támogató tevékenysége elismeréseként Baja város szociális feladatai ellátásáért kitüntető díjat adományoz a Rotary Klub részére. A decemberi ünnepi testületi ülésen Pestuka Tibor, a Bajai Rotary jelenlegi elnöke vette át az önkormányzat elismerő díját a városvezetéstől. Az ezzel járó pénzjutalmat a hátrányos helyzetű diákok kirándulására ajánlotta fel a jótékonysági szervezet. Ehhez pedig egy pályázatot hirdettek meg, amelynek célja, hogy a nehéz anyagi körülmények között élő gyerekek is eljussanak osztályukkal az éves kirándulásra. A támogatást a felső tagozatos tanulóknak írták ki, Baján így összesen 84 osztályból választhatják ki a diákokat. Mi sok gyerekbe gondolkodunk, tehát ez legalább néhány tíz. Végeztünk felméréseket, nem vagyunk egyedül ezzel az akciónkkal. Más városokban is indítanak ilyet a Rotary klubok Magyarországon, ezért körülbelül tudjuk, hogy egy-egy osztályból hány gyerek lehet, aki ilyesmire rászorul, és ehhez próbáljuk igazítani a mi támogatásunkat. A gyermekek kiválasztása az iskolák feladata. Az adatlapot március 10-éig kell visszaküldeniük a Rotary klub részére. A pályázat elbírálásáról az intézmények március 31-éig írásban kapnak visszajelzést. A legtöbb osztály májusban megy osztálykirándulásra, ezért a tervek szerint a támogatást április 15-éig megkapják a diákok. Máté Péter, Kovács Kati és Kont Zsuzsa slágerei is felcsendültek a Bácskai Kultúrpalotában a hétvégén. A Bajai Fiatalok Színházának legújabb előadásában a közönségre bízták az este repertoárját, ahogyan azt a koncert címe is mutatta. Részletek a Sportpercek előtt. Több százmillió forintos kárt okozott az elmúlt héten tapasztalt vihar Magyarországon, tájékoztatott az egyik hazai biztosító társaság. A szélsőséges időjárás az ország több pontján okozott jelentős károkat. Az előrejelzések szerint a következő napokban újabb viharos szél várható, emiatt több megyére, köztük Bács-Kiskun megyére is elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Fákat döntött ki, ágakat szakított le és több helyen megbontotta a tetőszerkezetet az elmúlt héten tomboló vihar. A meteorológiai szolgálat oldalán közzétett videón az látszik, hogyan mozgatja a Balaton vizét a viharos szél. Jellemzően az 54 km per óránál nagyobb sebességű szél által okozott veszteséget sorolják a viharkárok közé, mondta az egyik hazai biztosított társaság tanácsadója. Kosztolányi Gyula kiemelte, a viharkár egyike az alapvető biztosításoknak, a nagy erejű szélvihar ugyanis több százezer forintos károkat is okozhat a lakóingatlanban, vagy az udvarra kihelyezett kerti bútorokban. A kárbejelentés kettő munkanapon belül meg kell tenni. Célszerű a kárról fényképeket készíteni, és a kár
enyhítést, kárelhárítást megcsinálni. Ez azt jelenti, hogy végezhetnek olyan munkákat az ügyfelek, amikkel elhárítják a későbbi esetleges nagyobb károkat. Tehát például, ha fénykép készül, akkor cserepeket visszarakhatják, lefóliáztatják a tetőt, hogy esetleg egy eső például ne okozzon károkat. A bejelentés személyesen, telefonos ügyfélszolgálaton vagy interneten keresztül is elvégezhető. Az elmúlt napokban több ezeren éltek ezzel a lehetőséggel. Az egy héttel ezelőtti vihar több 100 millió forint értékben okozott károkat az ország több pontján. A hivatásos tűzoltóknak mintegy 1800 esetben kellett beavatkozniuk a két nap leforgása alatt. Tájékoztatott Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Nem volt ritka az úgynevezett épületekben keletkezett károknál történő beavatkozás, hiszen a lemezfedéseket, cserepeket, sőt kéményeket is borított, illetve bontott meg a szél, de több lakóháznál például a tűzfal is annyira sérült, hogy egy-két esetben a ház is maga lakhatatlanná vált. Az előrejelzések szerint a következő napokban is számíthatunk viharos széllökésekre. Emiatt az Országos Meteorológiai Szolgálat első és másodfokú riasztást adott ki az ország több pontjára, köztük Pest és Bács-Kiskun megyére is. Február 9-én vasárnap a délutáni órákban a nagybaracskai hivatásos és önkéntes tűzoltók közösen vonultak ki Új Mohács külterületére, ahol egy 40 négyzetméteres nyaraló égett teljes terjedelmében. Kiérkezésük előtt két darab gázpalack robbant fel az épületben. Az esethez vonultak a bajai hivatásos tűzoltók is. A tüzet két vízsugárral és kéziszerszámokkal előbb körülhatárolták, majd eloltották. Az eset során személyi sérülés nem történt, de az épület lakhatatlanná vált. Ugyancsak vasárnap Dávodon égett egy családi háztető szerkezete a József Attila utcában. A tüzet két vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el, személyi sérülés nem történt. Az épületből két darab gázpalackot sikerült épségben kihozni, még mielőtt azok felrobbantak volna, de az épület így is lakhatatlanná vált. A közönség kérte, ők eljátszották. A Bajai Fiatalok Színháza tavalyi Csináljuk a Táncdal Fesztivált című előadásának folytatására várták a vendégeket a Bácskai Kultúrpalotába. Ezen az estén a társulat tagjai a 60-as és a 70-es évek legnagyobb slágereiből szemezgettek. Szól a rádió, szól a rádió. Zsúfolásig megtelt a Bácskai Kultúrpalota előadóterme február 7-én este. Az estén Kovács Kati, Kon Zsuzsa, az LGT, Máté Péter, de még Hofi Géza elfeledett slágerei is felcsendültek a Bajai Fiatalok Színházának előadásában. Az önök kérték a nagy sikerű Csináljuk a Táncdal Fesztivált előadás folytatása. A Csináljuk a Táncdal Fesztivált a várakozásainkat igazából felülmúlta, és ennek nyomán született meg az önök kértéknek az ötlete, ami konkrétan egyébként nem az én fejemből pattant ki, hanem ha jól emlékszem, akkor Attila volt a konkrét ötlet gazdája annak, hogy mi legyen mondjuk ennek az előző Csináljuk a Táncdal Fesztivál című estének a testvére, és akkor így született az önök kértéknek az ötlete, ami szintén retro, de azért egy picit jobban hagyatkoztunk a közönségnek a kéréseire ezúttal. Színpadra lépett többek között Balázsevics Tamás, Párdos Gréta, Ottmár Attila, Terrai Orsia és Jenis Erika, valamint közreműködtek a Bajai Fiatalok Színházának táncosai is. Most is Cserháti Zsuzsa, aki előtérbe került nálam, két dallal készültem tőle, illetve Kovács Katinak is egy igen nagy sikerű, illetve híres slágerével készültem. Remélem tetszeni fog a közönségnek is. A Csináljuk a Dánzdal Fesztiválhoz hasonlóan az önök kértékre is szép számban fogytak a jegyek, az előadás ismét teltházas volt. A koncerten a közönség által kiválasztott slágereket énekelték el a társulat tagjai. A közönség kiosztottunk egy kérdőívet, amire mindenki leíratta, hogy mit szeretne hallani, és az alapján, hát ilyen szabadrablás elvén működött ez, hogy ki a gyorsabb, ki tudott gyorsabban lecsapni egy dalra. Én nagyon-nagyon szeretem Presser Gábor, sőt az LGT-t nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy ez miatt. Az előadás végéhez közeledve egy meglepetéssel is készültek a társulat tagjai. A Bajai Színházért Alapítvány kuratórium elnökét, dr. Kelemen Veronikát születésnapja alkalmából köszöntötték a színpadon, majd közösen énekelték el Halász Judit alkalomhoz illő slágerét. Kívánjuk
Rendhagyó ünnepséggel kezdődött a dzsúdósok esti edzése. Nemrégiben ünnepelte a klub legendás edzője Gyúró László a 80. születésnapját. Az ünnepségen a fiatal dzsudokák mellett rég nem látott barátok, sporttársak is tiszteletüket tették. Megható ünnepséggel készültek a bajai dzsúdósok a klub alapítójának 80. születésnapja alkalmából. A fehér ruhások egymás mellett felsorakozva köszöntötték a legendás edzőt, aki egész életében a dzsúdósport aktív tagja volt. Laci bácsi munkássága nem csak a bajaiak számára volt kiemelkedő. Gyúró László nevét az egész országban elismerésekkel illették, hiszen számtalan neves sportoló került ki a kezei közül. A kiváló edzőt nem érte váratlanul a köszöntés, azonban arra még ő maga sem gondolt, hogy aktív sportolói mellett egykori versenytársai, barátai és szerettei is jelen lesznek az ünnepségen. Szívmelengető érzés, ugyanakkor, hogy mondjam, a könnyeim kicsordultak. Régi versenyzői eljöttek köszönteni, úgyhogy nagyon boldog napot van. Az ünnepségen Laci bácsi egykori tanítványa, Andrási Barna mondott köszöntőt, majd az egyesület képviseletében Kovács Dénes nyújtott át egy emlékplakettet az ünnepeltnek, majd a bajai kiválóság egy hatalmas torta mellett fogadta a személyes jó kívánságokat. Baja város önkormányzatának képviseletében László Károly alpolgármester mondott köszönetet Laci bácsinak mindazért, amit Baján a dzsúdósportért tett. Megható érzés, hiszen itt egy olyan életpályáról, egy olyan sportpályafutásról van szó, amely a bajai dzsúdósportnak az egyik úgymond alappillére volt Gyuró Lászlónak a tevékenysége, hiszen az ő nevéhez kötődik a bajai dzsúdósportnak a megalakítása. Az eredményét szerintem, hogyha a kamerát egy kicsit arra fordítjuk, megláthatjuk, itt van. Láthatjuk, Baján nagyon népszerű a dzsúdó. Laci bácsi a napokban letette a lantot. Abba hagyta edzői tevékenységét, azonban egy kis útravalót még mondott a jövő generációjának. A dzsúdó az egy kemény sportág, és ezt csak szívvel, lélekkel lehet csinálni. Langyosan nem lehet, csak teljes erőbedobással, mert küzdelmek közben csak teljes erőbedobással lehet nyerni. Zárószóként az ünnepelt könnyeivel küzdködve köszönte meg a jó kívánságokat, és kívánt mindenkinek a sajátjához hasonló sikeres esztendőket. Most pedig egy-egy mondat a fontosabb hírekből. Kettős évforduló. A Szent László AMK 150, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége pedig 30 éves évfordulót ünnepelhet az idén. Osztály kirándulás mindenkinek. Újabb jótékony kezdeményezést hirdetett a Bajai Rotary Klub. Jubileumi ünnepség. Gyúró László 80. születésnapja alkalmából ünnepeltek a Mogyi Bajai Judo Klub tagjai. Kedves nézőink, hétfő esti híradónk végére értünk itt a Bajai Televízióban. Friss összeállítással holnap este 6 órakor Füzesi Nóra várja majd Önöket. Most még elmondjuk az időjárás jelentést, és megtekinthetik a vízállási adatokat is. A műsort készítő kollégák nevében is köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Kedden éjszaka átmenetileg újra megnövekszik a felhőzet, ekkor és a reggeli órákban még több helyen lehet eső, a Dunántúlon akár zivatar is. A hegyekben havas eső is előfordulhat. Napközben már csökken a felhőzet, délután felhőátvonulásokra és kisebb záporokra számíthatunk, néhány órára azonban mindenhol kisüthet a nap. Az északnyugatira forduló szelet nagy területen kísérik viharos, az északi megyékben erősen viharos lökések. A délnyugati országrészben lehet a leggyengébb a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 7 és 13 fok között valószínű.